Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. Tehát a kérdés első része, hogy miért olyan rögös a mesterséges megtermékenyítés útja. A véleményem szerint azért, mert az orvostudománynak és az egészségügyi jognak is ez az a része, amelyik leginkább át van szőve világnézeti kérdésekkel. És ez nem is véletlen, hiszen a teremtés folyamatába avatkozunk be. Hogyha a művi megtermékenyítésről beszélünk, akkor olyan kérdésekkel találjuk magunkat szemben, mint például az, hogy mi legyen az embrió sorsa, amelyet nem ültettek vissza, vagy mit gondolunk a dajka anyaságról, vagy mondjuk az alternatív családoknak engedélyezzük-e a lombikbéni kezeléseket. Ezek mind nagyon fontos kérdések, nagyon nehezek, érintik a jogalkotót, a párt, aki a kezelésbe részesül, az orvosokat, tehát ezt nagyon nehéz megválaszolni, és nagyon nehéz szabályozni is ezt a témát. A mentőpároknak pedig még azért különösen rögös a mesterséges megtermékenyítés útja, mert ezen a területen az eredményesség az világviszonylatban körülbelül 25%. Tehát a mentőpárok azzal szembesülnek, hogy hiába tesznek meg ők is, és az orvosok is mindent azért, hogy sikerüljön az eljárás, a legtöbbször az a tipikus eset, hogy sok kudarc után, több sikertelen beavatkozás után jutnak el csak oda, hogy létrejön a terhesség és megszületik a gyerek. Ez pszichésen nagyon nehéz feldolgozni. A kérdés második része az az, hogy minek kellene változnia. Nagyon sok minden változhatna, én három dolgot emelik itt szintén véletlenül. Ez az egyik a donorhimival sejtek problémája, a másik a petesei donációval és fagyasztással kapcsolatos kérdések, a harmadik pedig néhány finanszírozási lehetőség. A donorhimival sejtekkel való kezelés van Magyarországon a mesterséges megtermékenyítésben a legnagyobb probléma. Ezt a fajta kezelést az egészségügyi törvény biztosítja a betegeknek, és ez egész gördülékenyen ment az utóbbi időkig, míg 2015-ben az egészségügyi hatóság megtiltotta a donorsejtek külföldről történő behozatalát. Ettől kezdve összeomlott ez az ellátási, kezelési forma. Gyakorlatilag ma sem lehet donorhimival sejthez jutni, vagy ha esetleg mégis, akkor nagyon hosszú várólista után. Annak ellenére, hogy a bírósági ítéletek születtek arról, hogy jogszabálysértő volt az egészségügyi hatóságnak ez a döntése, és az alapvető jogok biztosa is foglalkozott ezzel a témával, a mai napig a gyakorlatban nem történt semmi. Tehát ma is nehéz hozzájutni, ez megoldatlan kérdés, ezzel mindenképpen kéne változtatni. A petesejt, fagyasztás és donáció, annak ott van jelentősége, hogy a nőknél ugye az idő előre haladtával a petesejtek előregednek, és nagyon gyakran ez az akadálya az eredményes megtermékenyítésnek. Hogy juthatnának a nők petesejthez? Hát donációval, egy fiatal petesejtet kell kapniunk a kezeléshez. Erre van jogi lehetőség Magyarországon, ez lehet anonim vagy célzott adományozás. A célzott az azt jelenti, hogy ismeri egymást a donor és a recipiens, tehát aki adja és kapja. De sajnos egyik megoldás sem működik igazán. Az anonim, az teljesen egyértelműen nincs, azt lehet mondani, hogy a gyakorlatban nincs, hiszen a hími varsejtadományozás és a női varsejtadományozás alapvetően különbözik egymástól. A női varsejteknél ez egy bonyolult egészségügyi beavatkozás után lehet petesejtet nyerni. Ennek senki nem teszi ki magát, pusztán azért, hogy egy ismeretlen személyen segítsen. A másik fajta, amikor ismerik egymást a felek, ezt viszont egy nagyon szűk rokoni körre tették csak lehetővé. A mai családok kicsik, kevés rokon van, nagyon sok nőnek nincs olyan rokona, aki alkalmas is lenne és hajlandó is lenne petesejtet adományozni. Tehát ezt a területet kellene átgondolni, újra szabályozni, társadalmilag vonzóvá tenni, ösztönözni a nőket arra, hogy egy ilyen petesejt adományozás, ez mennyire fontos kérdés. Ugyanerre a problémára lehetne az is megoldás, ha azt megengednék, hogy a nők fiatalkorukban saját későbbi felhasználásra fagyaszthassák le a saját petesejtjeiket. Ma ezt csak nagyon szűk körben, alapvetően egészségügyi okokból lehet megtenni, mondjuk egy kemoterápiás kezelés előtt. Tehát, hogyha ezt a gátat felszabadítanák, akkor a nők a saját petesejt, saját fiatal petesejtjükhöz juthatnának később, vér szerinti gyermekhez ezáltal. Tehát ez is nagyon fontos lenne.
most nagyon gyorsan próbálok még két finanszírozási lehetőséget felvázolni. Azt előre bocsátanám, hogy a lombik bébi kezelések finanszírozása Magyarországon jónak mondható, ez nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét. De azért lehetne rajta javítani. Az egyik a teljesítményvolumen korlát eltörlése lehetne. Ez azt jelenti, maga ez a teljesítményvolumen korlát, hogy az egészségbiztosító az egyes egészségügyi intézményeknél csak egy korlátozott számú beavatkozást finanszíroz, akkor is, hogyha ez az egészségügyi intézmény több beavatkozást tudna csinálni. Ez teljesen egyértelmű, hogyha ezt a mesterséges korlátot eltörölnék, akkor több beteg tudna kezeléshez jutni, hiszen Magyarországon minden lombik bébi centrumnak van fölös kapacitása. A másik megoldás lehetne, hogy egy szakmai körökben már többször felmerült, hogy nem egyenlő arányban kapnák a nők a finanszírozott ciklusokat, hanem életkor szerint differenciáltan. Ennek költséghatékonysági okai lennének, ugye az egészségbiztosító kerete az korlátozott. A fiataloknál nagyobb hatékonyságú a kezelés, hogyha ők többet kapnának, és életkor szerint egy kicsit csökkenne a idősödés felé haladva a beavatkozások finanszírozása, akkor ez hatékonyabb költségfelhasználás lenne, másrészt meg esetleg a betegeket arra ösztönözni, hogy hamarabb foglalkozzanak ezzel a témával, hamarabb menjenek orvoshoz. Itt kétségtelen, hogy az igazságosság sérülne ez esetben, de hát a pénzkeretek azok korlátozottak. Végül egyetlen egy gondolatot hagynék meg a végére, hogy azt mindenképpen tudni kell, hogy a népesedési problémát csupán a mesterséges megtermékenyítéssel nem lehet megoldani. Körülbelül 3% a gyerekszám, ami ezúton születik. Ezt egy nagyon jó finanszírozással, vagy nagyon jó szabályozással duplájára, de akár 8-10%-ra is föl lehetne tornászni, erre van példa a világban. Érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, különösen azért, mert azok a meddőpárok, akik már a meddőségi kezelés során beléptek, őnek itt már megvan az a döntésük, hogy akarnak gyereket, tehát őket nem kell rábeszélni arra, hogy szüljetek többet, ők szeretnék, nekik már csak a támogatásra, a segítségre lenne szükségük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Erika! Még egyszer ez a két szám, tehát most hány százaléka? Három, és akkor jó törvényi szabályozással lenne. Jó törvényi, vagy akármivel, tökéletes világban mondjuk, ott lehetne. Állítólag 10% körül is van, van erre példa, igen. Hol? Úgy tudom, hogy Izraelben. Izraelben 10% körül van. Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek ugye a népesedés szaporodásra. Tehát de vajon igény van rá? Tehát, hogy ha már ezzel a kérdéssel kezdtem, akkor sokan igen. Nem jutnak hozzá, akik hozzá szeretnének jutni ezzel? Hát a finanszírozott kezeléshez, nem, itt azért meg kell ugye különböztetni a finanszírozott kezelésnél, ott várólisták vannak, igen. Tehát arról nem beszélve, hogy amit az előbb mondtam, hogyha donori harsejt nincs, akkor egyáltalán nem jutnak hozzá, tehát se finanszírozott, se nem finanszírozotthoz azok, akiknek erre szükségük van. És ez nem kis csoport, mert itt a férfi meddőségnek egy része, ami ezzel érintett, és az egyedülálló nőknek a teljes csapata, akiknek ugye donori harsejt nélkül nem megy a dolog. Köszönjük szépen!